Sziasztok, Csonka Gábor vagyok, és ezt a fantasztikus hangszert szeretném nektek bemutatni. Figyeljétek meg, hogy mennyire hasonlít az alakja az emberi testhez. Van hasa, ez a tető. Van háta, ez itt a nyak, amire fogólapot illesztettek, és erre helyezzük az ujjainkat, ezen játszunk. Itt láthatjátok a fejét, ami csiga formában végződik, ezért is hívjuk csigának. Ezek a kulcsok, ezekkel szoktuk behangolni a hegedű húrjait. A húrokat a másik végüknél a húrtartó tartja. Középtájon illeszkedik a láb, ez támasztja alá a húrokat. Két oldalán láthatjátok ezt a gyönyörű írott F alakú nyílást, amit úgy hívnak F-lyuk. Ha betekintünk a hegedű belsejébe, az F-lyukon keresztül, akkor láthatunk egy pici fahengert, amit úgy hívnak a lélek. A lélektől függ a hegedű hangja. A hegedűnek négy húrja van, a legvastagabbnak a hangja bársonyosan mély, mintha egy mackó brummogna. Ez a G húr. A két középső a D, és az A húr, és a legvékonyabb az E húr, melynek hangja vidám és csengő, mintha madárka csiripelne. Sokféle módon lehet megszólaltatni a hegedűt, én ezek közül most kettőt szeretnék bemutatni nektek. Az első az úgynevezett picikátó, amikor az ujjainkkal pengetjük a húrokat. A másik, amikor vonóval szólaltatjuk meg, a vonó egy egzotikus fából készült pálca, melynek a két végén feszül a vonószőr. Úgy szólaltatjuk meg, hogy a vonót a húrokra helyezzük, és végighúzzuk rajta. Gyermekkoromban, amikor hegedülni kezdtem, a kedvenc tanárom azt mondta, a hegedű egy éneklő hangszer. Hallgassátok, milyen szépen tud szólni.